Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Digitális Témahét 2019-es webinárium sorozatában. A mai estén hogyan készítsünk iskolai szabadulószobát címmel dr. Abonyi Tóth Andor tart előadást, és azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy nagyon klassz ötleteket kapjon mindenki ahhoz, hogy projektet indítson a digitális témahéten, és érdemes mindenféle apró kis trükköt ellesni. Aki ismeri Andort, tudja, hogy kiváló előadó, és mindig nagyon érdekes az előadása, úgyhogy azt hiszem nem fogunk itt ma este unatkozni. Andor, tiéd. Nagyon szépen köszönöm a bevezetőt, és nagyon köszöntök mindenkit ezen a késői időponton. Nagyon örülök, hogy ennyien jelen vagytok, jelen vagyunk. És igen, iskolai szabadulószobáról szeretnék előadást tartani, már csak azért is, mert tényleg egy olyan témáról van szó, amiben rengeteg korábban látott webináriumnak az anyagát be lehet majd kapcsolni, és igazából ezekre majd vissza is szeretnék úgy utalni egy adott ponton. Miért ezzel a témával szeretnék foglalkozni? Egyáltalán mi az a szabadulószoba? Kezdjük talán ezzel. A szabadulószoba, vagy escape room angolul, tudjuk, hogy egy játék, és itt igazából az a cél, hogy egy meghatározott időn belül jussunk ki abból a bizonyos szobából, vagy lehet, hogy több szobából, tehát ez akár lehet egy szobarendszer is, miközben logikai vagy ügyességi feladatokat fogunk megoldani. Honnan ered ez a fajta játék? Ez neki nagyon érdekes története van. Igazából nagyon sokat merítettek az első szabadulószoba készítői a különböző számítógépes játékokból, vagy olvashatunk arról is például, hogy Agatha Christie-nek bizonyos művei inspiráltak szabadulószobákat. Az első ilyen szabadulószoba az Japánhoz köthető, Kyotóban hozták létre, Real Escape Game néven, és egy fiatal ember találta ki ezt a szabadulószobát, de később Magyarországon Gyurkovics Attila hozott létre Parapart néven egy ilyen szabadulószobát, ahol igazából elmondása szerint nem is az volt a lényeg, nem maga a játék volt a lényeg, hanem ez a flow élmény, hogy gyakorlatilag elkezdünk egy szobában különböző tevékenységeket végezni, és teljesen magával ragad ez az élmény bennünket, és gyakorlatilag egy ilyen flow-ba kerülünk, és mindenki nagyon izgatottan az adott feladatokra koncentrálva próbál egymásnak segíteni is, és kijutni ebből a szabaduló szobából. Később megjelentek ilyen tudományos szabadulós játékok is, például a Svájcban is készült ilyen. Ha megnézzük a következő diagramot, látható, hogy Budapest nagyon előkelő helyet foglal el ebben a tekintetben. Hát bizonyos portálokon azt mondják, hogy ez egy hungarikum is egyébként. Nagyon sok szabadulószoba van Budapesten. Láthatjuk, hogy Ázsiában nagyon népszerű ez a játék, és Európában Budapest a piacvezető gyakorlatilag. Rengeteg szabadulószoba van, sok külföldi nem ritkán ezért is jön például a városba, és nagyon jó értékeléseikkel rendelkeznek ezek a szabadulószobák. Ez egy korábbi statisztika, de bízom benne, hogy egy friss statisztikát tekintve is ez az előkelő hely, ez megmarad. Mielőtt folytatnánk, egy felmérést készítettem, kíváncsi lennék arra, hogy a látogatók közül hányan jártak már szabadulószobában. Lehet követni ezt a rövidített linket, illetve a QR kódot is nyugodtan be lehet olvasni, és kérem, hogy mindenki online töltse ki. Itt a chat ablakban látom, hogy valaki már válaszol. Jó lenne, hogyha itt ezt a online kérdőívet töltenék ki, mert mindjárt akkor az eredményt is meg tudnánk nézni. És nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ez mennyire népszerű egyébként itt ebben a körben. Mi azt szoktuk ugyanis javasolni, tehát amikor a hallgatókkal együtt dolgoztunk ilyen szabadulószoba készítésében, hogy ténylegesen menjenek el, és tapasztalják meg, mert gyakorlatilag nagyon jó látni, hogy ezt a profik hogyan csinálják. Tehát részt venni
ebben a tevékenységben is nagy élmény, de olyan szemmel is körül lehet nézni, hogy például a játékvezető az hogyan indítja el a játékot. Tehát a csapatokat hogyan indítja útjára, mi az, amit segítségként ad, mi az, amit tapasztalunk bent a szabadulószobában, milyen segítséget kapunk, hogyan kommunikálhatunk például a szervezőkkel, és egyáltalán hogyan zajlik ez a tevékenység, és igaz-e, hogy tényleg ez egy ilyen flow élményt ad, és magával ragadja az embert. Úgyhogy kérek mindenkit arra, hogy ezt a kis szavazást, ezt töltse ki. Ez egyébként a tankockán, a Learning Apps alkalmazásban készült, erről is volt szó korábbi webináriumokon. És akkor mindjárt megnézzük, hogy is állunk ezzel. Most éppen azt látom, hogy többségben azok vannak, akik még nem jártak ilyen szabadulószobában. És hát három nagyon rutinos versenyzőnk azért van ebben a körben, aki már legalább négy különböző ilyen szabadulószobában járt. Visszaváltok a prezentációhoz, remélem továbbra is látszik maga a prezentáció. Miért ezzel a témával készültem? Tehát miért lehet jó egy iskolai szabadulószoba? Ezt próbáljuk összeszedni. Csapatépítése tökéletes. Tehát akár különböző korosztályokat is, hogyha egy szabadulószobába beeresztünk, nagyon izgalmas látni azt, hogy hogyan kommunikálnak egymással, hogyan működnek együtt a különböző feladatoknak a megoldásában. Ez persze kisméretű csapatok esetén lehet elsősorban izgalmas. Fejleszti az együttműködési képességet, kommunikációs képességet, itt tényleg együtt kell működni. Tehát úgy kell megalkotnunk majd a szabadulószobát, erről majd később beszélek, hogy azért olyan feladatokat adjunk, hogy muszáj legyen együttműködni, és kelljen kommunikálni a csapattagok között. Önismeret fejlesztésére is rendkívül jó lehet, tehát például sokan egy-egy ilyen szabadulószoba során jönnek rá arra, hogy ilyen váratlan helyzetekre hogyan reagálnak. Milyen a stressz tűrő képességük például? Tehát amikor van például egy óra, látjuk, hogy visszafele pörög az idő, és már csak 15 percünk van, hogy kijussunk mondjuk egy szobából, ott tényleg az adrenalin szint meg tud nőni, és bizony, ez valakiből kihozza a maximumot, valakit pedig inkább hátráltat. Tehát nagyon izgalmas látni a különböző csapattagokat, hogy látszik, hogy valaki például leblokkol ez a fajta szituáció. Ez persze javítható, minél több ilyen élményben lesz része, remélhetőleg annál inkább tudja kezelni ezt a fajta stresszt. Játékosan tanulhatunk, illetve taníthatunk, ez is egy nagyon fontos része, és ami miatt itt a digitális témahét kapcsán hoztam be ezt a témát, hogy kreatív módon használhatjuk az IKT eszközöket. És itt nem csak arról van szó, hogy magában a szabaduló szobában használhatjuk ezeket, hanem amikor elkészítjük ezt a szabaduló szobát egy projektmunka keretében, amikor megtervezzük a diákokkal együtt, nagyon aktívan és intenzíven kell használni ezeket az infokommunikációs technológiákat. Másrészt kétségkívül előny, hogy olyan dolgot hozhatunk létre, ami gyakorlatilag tényleg az egész iskolát megmozgatja. Ha létrejön egy szabadulószoba, azt nyilván minden gyerek szívesen ki szeretné próbálni, minden osztályból lehet csapatokat indítani, és tényleg egy olyan élményt tudunk adni a gyerekeknek, amiben korábban lehet, hogy nem is volt részük, hiszen azért a gyerekek között sem feltétlenül jellemző, hogy mindenki már lett volna ilyen szabadulószobában. És ha már van szabadulószoba, ugye mi legyen a téma, itt gyakorlatilag hozzá lehet kötni bármilyen kerettörténethez, vagy bármilyen olyan hagyományhoz, ami már az iskolában létezik. Tehát, hogyha van egy olyan iskolai projektnap, ami eddig megrendezésre került, nyugodtan arra fel lehet fűzni egy iskolai szabadulószobát is. Vagy ha nem volt ilyen, akkor itt az ideje, hogy egy új hagyományt teremtsünk. Megcsinálhatjuk azt, hogy minden évben másik osztály készíti el a szabadulószobát,
és akkor kiderül, akár meg is lehet szavaztatni a gyerekeket, hogy melyik szabaduló szoba tetszett például. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog lehet. Következőben néhány szót szeretnék arról beszélni, hogy mi itt az ELTE informatikai karán, az ELTE TET labor szervezésében milyen szabaduló szobát készítettünk. Ugye ez a labor, ez igazából azzal foglalkozik, hogy az ilyen élmény alapú tanulási környezeteket kutassa, illetve hát erre különböző alkalmazásokat hozzon létre. Nyilván nem feltétlenül csak szabaduló szobával foglalkozunk, hanem sok más kezdeményezésünk van. Amire viszont most koncentrálni szeretnék, az kifejezetten egy olyan digitális szabaduló szoba, amit 2016-ban kezdtünk el a hallgatók bevonásával készíteni. A labor vezetője Turcsányi Szabó Márta, és jellemzően az ő hallgatóinak a bevonásával készült el ez a szabaduló szoba. Vegyesen magyar, illetve angol képzésben résztvevő hallgatókkal készítettük el a feladatokat. Maga a kerettörténet nálunk arról szól, hogy tudományegyetem révén hát őrült tudósok vannak itt, és vesznek körbe minket, és bizony egy ilyen őrült tudós jóvoltából egy bezárt terembe kerülünk, és a célunk az, hogy fejtsük meg ezeket a rejtvényeket, és kerüljünk ki az őrült tudósnak a fogságából. Maga a helyszín egyébként egy Kuckó nevezetű labor, ami nem úgy van berendezve, hogy állandóan szabaduló szoba valósulhasson meg, viszont alkalmanként ezt megnyitjuk és felkészítjük arra, hogy itt tényleg szabaduló szobában részt lehessen venni, és például az egyik ilyen alkalom az lehet egy kutatók éjszakája rendezvény, ahol ezt el szoktuk indítani, ezt a programot. Mi ezt úgy valósítjuk meg, hogy igazából ebben a laborban elhelyezünk egy kamerát, ami egy forgatható kamera, egy wifi kamera, és távolról irányítjuk egy másik teremből, egy tablet segítségével. Ami itt fontos, hogy ez a kamera tudja a hangot is közvetíteni, és hogyha van lehetőség esetleg egy olyan kamerának a használatára vagy beszerzésére, hogy nem csak egyirányú ez a hangkapcsolat, hanem mi is tudunk hangot továbbítani a kamerán keresztül, az lenne igazából a legideálisabb, hogyha valóban meg szeretnénk így figyelni a résztvevőket, hogy éppen mit csinálnak, hiszen bizonyos esetben lehet, hogy figyelmeztetni kell őket, vagy ha segítséget kérnek, akkor nyugodtan oda mehetnek a kamerához, feltehetik a kérdést, és akkor lehet, hogy kapnak segítséget. Illetve hát a segítők maguktól is tudnak segítséget nyújtani, hogyha azt látják, hogy valahogy nem sikerül mondjuk egy adott feladatot megoldani, akkor egy kisebb segítséget kaphatnak a csapattagok. Itt látszik egy közelebbi kép, itt most éppen egy ilyen ötfős csapat próbál kijutni az adott laborból. Látjuk, hogy az asztalokon, különböző feladványokon már elkezdtek dolgozni, illetve hát a kivetítőn látszik egy ilyen animáció, egy kép, illetve egy visszaszámláló óra mutatja, hogy igazából mennyi idő van még a kiszabadulásra. Ugye említettem, hogy ez a szabaduló szoba az igazából egy digitális szabaduló szoba, tehát jellemzően olyan feladványok vannak, amit IKT-val támogatott módon kell megoldani, de ez nem jelenti azt, hogy hagyományos eszközöket nem használunk, tehát nálunk is vannak például számzáras lakatok, amiket ki kell nyitni, de ez önmagában elég unalmas lenne, úgyhogy megpróbáltuk érdekessé tenni oly módon, hogy ezeket az IKT eszközöket bevontuk. Például Lego robotot is használniuk kell a versenyzőknek. Van egy notebook is, ami alapból ugyan be van kapcsolva, de a hozzáférési kód az nem ismert, és egy feladvány része az is, hogy találjuk ki azt a jelszót, amivel be tudunk lépni ebbe az eszközbe. És miért kell belépni? Mert ott lesz egy olyan egyszerű programozási feladat, amelynek a megoldásával egy újabb kódot fog kapni a csapat, ami hozzásegíti őket, hogy kiszabaduljanak majd ebből a laborból. Ezen kívül van digitális mikroszkópunk, ezt is felhasználjuk egy adott feladatnál, tehát elrejtettünk bizonyos információt egy lapon, és rá kell jönni, hogy hol van ez. Ez egy nagyon-nagyon érdekes része egyébként a szabaduló szobának, hogy
nagyon jól látni, hogy aki korábban nem használt ilyen eszközt, az is milyen egyszerűen tudja használni. Tehát ott van a desktopon egy ikon, akkor felismeri, hogy jé, akkor ezzel ezt az eszközt kell használni, és akkor így már elindul az ötletelés, hogy vajon hol lehet az az információ, amelyhez ez a digitális mikroszkóp szükséges. Nyilván használunk mi is QR kódokat, használunk egy speciális robotot, illetve egy tabletet, amellyel lehet irányítani ezt a robotot, és hát alap, hogy ezeken az eszközökön QR kód olvasó is van, és bizonyos információkat így fogunk biztosítani a résztvevőknek. Mielőtt folytatnám az ötletekkel, ki szeretnék térni néhány hazai iskolai jó gyakorlatra, hiszen ebből van bőven azért. Kezdeném a Karinthy Frigyes gimnáziumnak a szabaduló szobájával, amelyet Arany János szabaduló szobának neveznek, Arany János emlékév kapcsán jött létre. Itt több munkaközösség együtt dolgozott, hogy ezt a szobát létre tudják hozni, és láthatjuk egyébként, hogy maga a berendezése is mennyire innovatív, mennyire korhű, tehát tényleg adja azt az érzést, ami ilyen korabeli érzés, hogy tényleg élvezetes lehet ebben a szobában tevékenykedni. Látjuk, hogy igazából ez egy ilyen társadalmi összefogással készült, és bizonyára nagyon-nagyon sok munkája van a tanároknak, tehát ez mindenképpen kiemelendő. A következő ilyen szabaduló szoba, az Hipik Angéla nevéhez fűződik. Nemrégen láttam egy konferencián előadni, és nagyon-nagyon tetszett maga a szabaduló szoba, és az, hogy ezt meg is osztja a többi tanára, és ez mindenkit biztatok erre egyébként, tehát hogyha csinál valami ilyesmi szabaduló szobát, akkor a tapasztalatokat érdemes megosztani különböző fórumokon, akár Facebookon, vagy különböző konferenciákon. Angéla is ezt tette, és a linkeket betettem ide a prezentációba, tehát itt van kifejezetten egy YouTube videó, ami erről a szabaduló szobáról szól, illetve egy cikket is el lehet olvasni erről a szabaduló szobáról. A téma, illetve a cím ennek, hogy hackkeljük meg Robinson bácsi számítógépét. És még egy kollégát szeretnék kiemelni, Képes Józsefnét, aki szintén nagyon-nagyon jó kezdeményezéssel állt elő. Erről is lehet részletesebben olvasni az ISZE Inspiráció nevű újságjában, módszertani lapjában. A 2018-as évben jelent meg ez a szám, be is linkeltem, tehát látható, elérhető ez a PDF változat. Itt a szabaduló szobának a neve az az Escape Room to Go, és igazából ilyen virtuális szabaduló szobáról van szó, ami megint csak nagyon előnyös lehet, mert igazából nagyon sok helyen ezt fel lehet állítani. Tehát ez egy ilyen mobil szabaduló szoba is lehet. Az IKT eszközökkel ezt ugyanis el tudjuk érni, hogy gyakorlatilag akár szabad térben is tudnánk csinálni ilyen tevékenységeket. Ehhez megfelelő eszközöket tudunk használni, majd mutatok ilyeneket a későbbiekben. Ahogy kerestem információt a szabaduló szobákról, egy kolozsvári kezdeményezéshez is eljutott, amit egy doktorandusz az Apáczai Líceumban készített szabaduló szobát, egy természettudománnyal kapcsolatos szabaduló szobát, amelyet 9-es és a 11. évfolyamosok választhattak. És például az egyik ilyen tevékenység, amit csinálni kellett, hogy pohár, gyufa és egy lufi segítségével kellett felemelni az asztalon elhelyezett poharat, annélkül, hogy hozzáérnének. Itt is látható egyébként egy kerettörténet. Itt első olvasatra ez ugye nem ilyen természettudományos kötődésű szabadulószobának tűnik, de hogy elolvassuk ezt a kerettörténetet, ez is nagyon-nagyon érdekes. Tehát kell egy olyan kerettörténet, ami tényleg így elhelyezi ezt a történetet valahol, valami misztikummal rendelkezik, és hát lépésről lépésre majd ezt a misztikumot ugye fel kell oldani. Ennek a forrását is belinkeltem, illetve még egy kezdeményezésre szeretném felhívni a figyelmet, ami hát valószínűleg jelenleg még fejlesztés alatt áll, de a Szarvasi Általános Iskolában is készül egy ilyen szabaduló szoba, ahol igazából ezt a szabaduló szobát, ezt integrálják a képzésbe is, tehát gyakorlatilag a különböző osztályok ilyen tantárgyi számonkérés formájában én játékosan
használhatják majd ezt a szabaduló szobát, illetve nem csak ez az iskola, hanem a környékbeli iskolák is. Ezek után térjünk rá arra, hogy igazából a tervezésnél mit lehetne figyelembe venni, egyáltalán mihez nyúlhatunk, hogyha mi magunk szeretnénk egy ilyen szabaduló szobát készíteni. Ugye nagyon fontos, említettem a történetet, tehát ez mindennek az alapja, legyen egy jó kerettörténet, magának a szobának a berendezése is, ugye ehhez kell, hogy kapcsolódjon, olyan hangulatot kell teremteni, ami az adott kerettörténethez kapcsolódik. Fényekkel lehet játszani, háttérzenével lehet játszani. Legyen valamilyen misztikum, amit ugye meg kell oldani. És innentől kezdve pedig lehet azon gondolkozni, hogy maga a történetvezetés az milyen legyen. Tehát lehetne olyat csinálni, hogy lineárisan kell megoldani, egymás után kell megoldani ezeket a feladatokat, és akkor úgy jutunk el igazából a kijutáshoz. Vagy nagyobb csapatok esetén egyébként jobban beválhat, hogy több szálon futó történetvezetés van, így kisebb csoportokat lehet alkotni, és gyakorlatilag párhuzamosan lehet ezeket a feladatokat megoldani, és ezek a részcsapatok muszáj, hogy kommunikáljanak egymással, hogy ki milyen eredményre jutott, milyen feladatnak van már meg az eredménye esetleg. Tehát ezt nagyobb osztályoknál, vagy nagyobb létszámú csoportoknál ezt érdemes figyelembe venni, hogy ezt a többszáluságot, ezt a párhuzamosságot vegyük figyelembe. Nyilván egy ilyen szabaduló szobát viszont nehezebb azért megtervezni, tehát erre mindenképpen fel kell készülni. Az is nagyon fontos, hogy minden feladatnak, amit adunk, annak köze kell, hogy legyen ahhoz, hogy ebből a szobából ki kell jutni. Tehát, hogy ezt a misztikumot fel kell oldani, közelebb kell vinni egy következő feladat megoldásához. Ez is nagyon-nagyon fontos. Ami még a tervezésnél egy ilyen praktikum tud lenni, hogy ezt a történetszálat, ezt valamiképpen jó, hogyha magunknak vizualizáljuk. Tehát folyamatábrát érdemes készíteni, hogy mikor mi fog történni, és mondjuk egy adott megoldást hol fogunk felhasználni a későbbiekben. Mert főleg, hogyha ez nem ilyen állandó szabaduló szoba, hanem időnként indítjuk el, akkor ez nagyon fontos, hogy képbe legyünk egy hosszabb kihagyás után is, hogy minek a következménye, mert segíteni is így tudunk igazából a csapatoknak, hogyha mi is ezzel tisztában vagyunk. Feladatok milyenek legyenek? Nyilván legyenek változatosak. Tehát unalmas, hogyha mindig csak ilyen számzáros lakatokat kell kinyitni, és mindig az a feladat megoldása, hogy kapunk egy háromjegyű kódot, vagy egy négyjegyű kódot is, azt fel kell használni, és akkor megint kinyitunk valamit, ahol majd megint kapunk egy feladatot, ahol ugyanezt kell csinálni. Tehát, hogy próbáljuk meg ezt változatossá tenni. Nem baj, hogyha van egy-két ilyen feladat, mert tényleg ez nagyon aranyos tud lenni, hogy van egy fizikai eszköz, egy lakat, és akkor a gyerekek megtalálják a kódot és kinyitják, de alapvetően más feladatokat is adjunk, és a nehézségre is figyelni kell. Tehát igazából, hogyha nagyon nehéz feladatokat adunk, nem lesz sikerélménye a résztvevőknek, és nem fognak úgy kijönni egyébként a szabaduló szobából, hogy nagyon élvezték volna, hogyha minden csak segítséggel tudnak megoldani, az nem jó. De ugyanígy nem jó az sem, hogyha nagyon könnyű a szabaduló szoba, tehát hogyha nagyon, nagyon hamar kijutnak, olyan feladatokkal találkoznak, amit már máshol nagyon sokszor láttak, igazából nincs benne kihívás, hogy igazából az sem egy jó szabaduló szoba, tehát valahol az arany középutat azt meg kellene találni itt a feladatoknál. Nyilvánvalóan ez életkor függő is, előismereteket is figyelembe kell venni, amikor egy-egy ilyen feladatot összeállítunk. Ami megint fontos, hogy ne zsúfoljuk tele feladatokkal mondjuk a szabaduló szobánkat. Ha megvan egy adott időintervallum, hogy ami rendelkezésre áll a kijutáshoz, ezzel arányos feladatokat adjunk. Sokszor látom azt, hogy mondjuk 60 percre nagyon-nagyon sok feladat van mondjuk egy szabaduló szobában, és így tényleg ritkán jutnak ki a csapatok a megadott időben, segítségkérés nélkül. Nagyon fontos az is, hogy minden információt adjunk oda a csapatoknak, ami szükséges a kijutáshoz. Ne legyen az, hogy véletlenül a bevezetőben egy kulcsinformáció elmarad, ezért talán érdemesebb írásban odaadni a fontos tudnivalókat a csapatoknak. Tehát, hogy azt mindig el tudják olvasni, ez legyen része ennek a kerettörténetnek, hogy a kijutáshoz
szükséges információk, az például írásban le van fektetve. Amit még tudnék javasolni, ugye feladatoknál lehetőleg olyat adjunk, hogy ne ilyen kis különálló szigetek legyenek, hogy nem mindenki egyénileg dolgozzon, hanem kelljen összedolgozni a feladatok megoldásához, mert igazából ez az élmény is akkor lesz igazán teljes, hogyha egymással kommunikálnak, hogyha olyan feladatok vannak, amelyeket önállóan nem tudnának megoldani, muszáj összedolgozniuk a diákoknak. A helyszín az egy iskola esetén, ugye ez felvet némi problémát, hiszen itt kifejezetten nem valószínű, hogy lesz olyan termünk, amit csak a szabaduló szobára tudunk használni, tehát valamilyen más funkciót is betöltenek ezek a termek. Ami nagyon fontos, hogy elég nagy legyen ahhoz, hogy ezeket a feladványokat el lehessen helyezni, ne legyen túl zsúfolt, hogy kényelmesen lehessen mozogni ebben a teremben. Én nagyon szeretem azokat a szobákat, ahol egyik helyről át lehet jutni egy másik helyre. Tehát van valami titkos ajtó, vagy egy olyan lehetőség, hogy megnyílik egy plusz lehetőség. Ezt iskolákban elismerem, hogy sokszor nehéz megcsinálni, bár nem lehetetlen. Tehát, hogyha van erre lehetőség, hogy egyik szobából át lehet jutni egy másikba, és onnan kell kijönni esetleg a játék végén, ezt érdemes lehet így beletervezni a játékba, mert egy hatalmas plusz tud adni a játékélményhez. Előkészítés. Hogyha iskolai szabaduló szobát szeretnénk csinálni, nagyon fontos, hogy ez multidisziplináris legyen. Tehát próbáljunk meg bevonni lelkes tanárokat az iskolából, akik egyéni látásmódot tudnak bevinni mondjuk egy ilyen szabadulószoba tervezésébe. Persze azért a diákokra nagyon nagy munka hárul, hogy ők is részt vegyenek ezeknek a kidolgozásában, de lehetnek olyan feladatok, amelyhez tényleg tanári segítség kell. Tehát akár egy fizikai kísérletet, vagy egy kémiai kísérletet lehet, hogy be lehet tenni a szabaduló szobába, úgyhogy nagyon élvezetessé tudja tenni a játékot. Korábban is említettem, a folyamatábra nagyon fontos, és a forgatókönyv, hogy minek, mikor, hogyan kell működni ahhoz, hogy ténylegesen ki lehessen szabadulni ebből a teremből. Majd mutatok erre különböző praktikákat később, hogy milyen szoftvert érdemes erre használni esetleg. Illetve hát milyen tárgyakat tudunk használni, tehát itt valószínűleg ilyen túl nagy keretünk nem lesz arra, hogy különböző eszközöket vásároljunk, tehát alapvetően abból tudunk kiindulni, ami esetleg az iskolában rendelkezésre áll, vagy a háztartásokban rendelkezésre áll, és lehet, hogy majd a gyerekek hoznak be különböző tárgyakat, vagy a szülők segítenek ezeknek a beszerzésébe, de hogy ilyen nagyon-nagyon extra dolgokat lehet, hogy nem tudunk felhasználni, ilyenkor törekedjünk arra, hogy azért az iskolában jelenlévő eszközöket, érdekességeket, tényleg ilyen fizikai kísérleteket próbáljuk meg valahogy a kerettörténetbe beszülni, hogy ez érdekes legyen. Milyen eszközöket használhatunk? Ugye nem feltétlenül kell minden eszközt azért az iskolának biztosítani. Tehát azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy csapat az úgy alakuljon ki, hogy minden csapatban kell, hogy legyen egy okos telefon, amit majd fel fognak használni a feladványok megoldása során. Tehát használhatják nyugodtan a sajátjaikat. Ilyenkor persze nagyon jó lenne, hogyha tudnák azt, hogy milyen applikációkat kell előre telepíteni. Ugyanis nem biztos, hogy az adott teremben lesz wifi, vagy hogy akkor megy el az idő a letöltésre, meg az alkalmazásnak a kipróbálására, az viszi az értékes időt, tehát ilyet azért nyugodtan megmondhatunk előre, vagy mielőtt bemennek az adott helyszínre, segíthetünk is a telepítésben. Ugyan nagyon-nagyon sok applikációt azért ne használjunk, tehát az is rossz, hogyha nagyon sok applikációt kell hirtelen letölteni. Biztonság. Iskolában különösen figyeljünk erre, tehát tudjuk azt, hogy mi történik az adott helyen, tehát valahogy ezt biztosítani kell, hogy azonnali visszajelzésünk legyen. A termet vész esetén azonnal el lehessen hagyni, tehát legyen erre forgatókönyv, hogy mi történik vész esetén, vagy bármi problémát tapasztalunk bent, akkor azonnal ugye biztosítani kell azt, hogy a diákok innen biztonságosan kijöhessenek. Ne legyenek veszélyes eszközök se.
Tehát itt a kerettörténet kapcsán nyilván elhelyezhetnénk olyan tárgyakat, amelyek mondjuk adott esetben élesek, megszúrhatják magukat a gyerekek, tehát erre vigyázzunk, hogy azért biztonságos legyen ez a környezet. Maga a lebonyolítás, az nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy lehessen segítséget kérni. Tehát lehet olyan csapat például, hogy valamilyen feladatot nagyon nem tud megoldani. Hiába próbálkoznak, hosszasan nem tudnak megoldani, hogy ilyenkor adjunk egy pici segítséget, ami közelebb viszi őket a megoldáshoz. Ennek a módja nálunk ugye az volt, hogy van ez a két irányú kamera, és oda lehetett jönni, és lehetett kérdezni, de ezt máshogy is meg lehet oldani. Akár egy ilyen mobil applikáció segítségével. Ami még nagyon fontos, hogyha tényleg mondjuk ezt egy digitális témahéten szeretnénk üzemeltetni, vagy a digitális témahéten ötletelünk erről a szabaduló szobáról, és igazából ezt később tudjuk megvalósítani, akkor is arra számítanunk kell, hogy azért viszonylag gyakran jönnek majd a csapatok, hiszen mindenki ki szeretné majd próbálni ezt a szabaduló szobát, hogy úgy kell valahogy elkészítenünk ezt a tervet, hogy ne kelljen nagyon sok idő ahhoz, hogy újra berendezzük a termet, hogy újra a megfelelő helyre mindent visszapakoljunk, hogyha nagyon-nagyon sok ilyen feladványunk van, ami kódos, ott nyilvánvalóan ezeket a kódokat vissza kell állítani, hogy ennek nagyon flottul kell mennie, hogy ilyen gördülékeny legyen az egésznek a lebonyolítása. Nyilván ki kell próbálni, tehát nem lehet azt csinálni, hogy van egy elgondolásunk arról, hogy mi készen vagyunk a szabaduló szobával, és azt mindjárt élesben kipróbáljuk, mert ott azért kiderülhetnek olyan dolgok, hogy vagy túl könnyű, vagy túl nehéz, vagy nem egyértelmű, tehát mindenképpen érdemes tesztelni. Hát olyan diákokkal, akik lehetőleg nem vettek részt az elkészítésében, és akkor figyelni azt, hogy tényleg mennyire gördülékeny maga a játék. Amit még tudnék javasolni, az nagyon jó tud lenni, hogyha a kiszabaduló csapatokról készítünk egy fotót, és csinálunk egy ilyen dicsőségfalat. Ez lehet akár virtuális is, tehát nem kell feltétlenül kinyomtatni ezeket a fotókat, de egy ilyen virtuális fali újságot akár Padleten készíthetünk, kirakjuk a fotókat alá, mondjuk azt, hogy mennyi időt jutottak ki, és akkor mégiscsak van egy nyoma annak, hogy a különböző csapatok azok mennyire gyorsan és hatékonyan tudtak mondjuk kikerülni ebből a játékból. Akkor nézzük a feladvány ötleteket. Igazából a legjobb feladványok azok, amelyeket magunk találunk ki, és sehol nem volt még olyan, mert akkor tényleg ilyen nagyon egyedi szobákat tudunk készíteni. De fogok mutatni párat a következőkben, amelyek ilyen gondolatébresztő feladvány ötletek. Nem feltétlenül kell ezeket teljesen lemásolni, hanem ezeket fel lehet használni. Az első ilyen link, amit betettem, ez egy komplex példa. Tehát itt, ha letöltjük ezt a PDF állományt, akkor látni fogjuk, hogy igazából ez egy nagyon mélyen kidolgozott szabaduló szobának a terve, ahol minden le van írva. Tehát, hogy milyen asztalra, mit fogok elhelyezni, megvannak a kódok, azokat ki lehet vágni. Nem azért szeretném ezt bemutatni, mert feltétlenül ezt szeretném, hogy ez megjelenjen mondjuk egy digitális témahéten, mert kevés digitális dolog van benne, viszont arra egy nagyon jó dolog, hogy megnézzük, hogy ezt mégis így hogy kell összeállítani. Tehát hogy néz ki egy forgatókönyv, hogyan adjuk oda, mondjuk hogyan dokumentáljuk az adott szabaduló szobát, hogy ez ténylegesen jól tudjon működni. A következő dia erről a Breakout Edu alkalmazásról szól. Itt gyakorlatilag olyan feladatokat találunk, ami a kritikus gondolkodás, együttműködés, kreativitás, kommunikációs készségeket fejleszti. Ugye itt a probléma az leginkább az, hogy az előfizetés az kell hozzá. Tehát, hogyha nem így alapszinten szeretnénk használni, hogy már ilyen kész feladványokat szeretnénk megosztani, akkor elő kell fizetnünk, ha magyar nyelvű ilyen feladatokat szeretnénk publikálni, akkor is ugye ehhez már elő kell fizetni. Illetve hát itt ezen a portálon tudunk venni olyan egységcsomagot, ami ilyen alapvető szabaduló szobához jó lehet. Tehát vannak ott ilyen számzáras lakatok, van esetleg
UV lámpa, olyan toll, ami UV-fénnyel megvilágítva látszik ugye a tintája, dobozok, amelyeket így be lehet zárni, tehát egy ilyen alapvető készletet is lehet vásárolni, hogyha van erre forrás, akkor esetleg lehet is ilyet rendelni, tehát mindenképpen segítség tud lenni, mert sokszor ugye ez jelenti a legnagyobb problémát, hogy tényleg az ilyen fizikai eszközöket, ezeket honnan szerezzük be, hát azért csak kell, hogy legyen mondjuk egy lakat, vagy valami doboz, amiben elrejtünk valamit, és akkor ezt ki kell nyitni, hogy ezeket beszerezni sokszor nehézkes, itt ilyen egységcsomagba ezeket meg tudjuk venni. A következő ötlet, hogy elrejthetünk különböző objektumokat. Ez egy nagyon gyakori fejtörő, hogy tárgyakat meg kell keresnünk. Rá kell, hogy bukkanjunk különböző tárgyakra. Ez is lehet elcsépelt, tehát hogyha nagyon olyan alkalmazásokat használunk, amit már máshol láthattak esetleg, az nem annyira jó, tehát próbáljunk ilyen egyéni ötleteket bevinni, hogy hogyan is tudjuk elrejteni ezeket a tárgyakat. Ugye az előbb említettem, hogy akár azt is meg lehetne csinálni, hogy például egy speciális tintával írunk, és kell hozzá egy lámpa, hogy ezt el tudjuk olvasni. Sok gyerek valószínűleg még életében nem találkozott ilyennel, tehát ez újdonság lesz. De mindenképpen próbáljunk meg agyalni azon, hogy akár az adott helyszínre jellemzően hogyan tudunk valami egyéni módot találni arra, hogy eldugjunk például ilyen objektumokat. Csapatmunka vonatkozásában ugye itt az lenne a jó, hogyha a feladványokat összedolgozva lehetne megoldani, tehát a csapatmunka az rendkívül fontos. Itt például van olyan ötlet, hogy irányítani kell az egyik játékosnak a másik játékos. Tehát van egy olyan helyszín, mondjuk, hogy az egyik játékos bedugja a kezét, de igazából nem látja, hogy mit csinál, de felülről van mondjuk egy üveglap, és egy másik társa látja, hogy éppen hol van a kez, és tudja irányítani, hogy mondjuk egy adott tárgyat azt hogyan tud megtalálni, hogyan tudja kivenni mondjuk, vagy kipiszkálni. Vagy például össze lehet bilincselni játékostársakat, és akkor közösen kell dolgozni azon, hogy kiszabaduljanak. Aztán láttam például egy ilyen ötletet is, hogy volt egy szobabicikli dinamóval, és gyakorlatilag be volt sötétítve a terem, és muszáj volt, hogy valaki tekerje ezt a biciklit, és fényt adjon a játékostársának, csak így sikerül ugye a feladatot megoldani, hogy egymásra vannak utalva. Tehát, hogy az ilyen jellegű feladatokat, hogyha becsempészünk a szabaduló szobába, ez nagyon előnyös tud lenni, mert tényleg ez az egymásra utaltság, ez tényleg mondjuk az ilyen csapatépítési tevékenységeket, ezt nagyon tudja indikálni, tehát nagyon jól tudja támogatni. Fényekkel is tudunk játszani. Például elrejthetünk bizonyos dolgokat, hogyha egy adott fénnyel megvilágítjuk. Tehát piros feliratot, piros lámpával alapból megvilágítunk, akkor ugye nem lesz látható. Tehát az lehet egy feladat, hogy akkor a piros lámpát valahogy ki kell kapcsolni, hogy az az üzenet mondjuk előbukkanjon. De ez sem jó, hogyha öncélú. Tehát itt a fényeket azért érdemes úgy használni, hogy ebbe a kerettörténetbe tényleg beleilleszkedjenek. Bármelyik feladvány, hogyha öncélú, akkor igazából nem lesz annyira élvezetes. Felvillanó fényeket is tudnánk használni, tehát van arra lehetőség, hogy például stroboszkópot használjunk. Ez egy remek ötlet egyébként, mutatom a videót is. Hát itt azt látjuk majd, hogy van egy ventilátor, ami folyamatosan forog. Ennek a ventilátornak egy lapján mondjuk elrejthetnénk egy kódot, vagy akár egy számsort. Csak mivel nagyon gyorsan forog, ezért ezt nem tudjuk leolvasni. Viszont, hogyha van egy ilyen stroboszkóp, akkor hogyha eltaláljuk a megfelelő frekvenciát, akkor láthatóvá tudjuk tenni ezt a kódot. Tehát úgy tűnik, mintha megállna ugye a forgásában ez a ventilátor. Itt azonban erre figyelni kell, hogy vannak olyan emberek, akik érzékenyek a felvillanó fényre, tehát akár ilyen epilepsziás rohamot is elő lehet ezzel idézni, tehát itt nagyon-nagyon fontos az egy ilyen jellegű feladatnál, hogy tudjuk azt, hogy nincsen például
epilepsziás diák a csapatban, tehát erre nagyon-nagyon figyelnünk kell, hogy nehogy veszélyeztessük valakinek a testi épségét. A következő ilyen ötlet lehet, hogy például foszforeszkáló festéket használunk, vagy olyan matricát használunk, ami foszforeszkál. Itt nyilván fontos lehet az, hogy besötétítsük az adott helyszínt, hogy ebből tényleg egy értelmes feladat születhessen meg. Vagy tényleg lehet festeni a falra ilyen festékkel, vagy már kész ilyen termékeket is lehet vásárolni, amiket, hogyha megvilágítunk, besötétítünk, akkor különböző feladványokhoz fel lehet használni. Illetve hát ezt a tintát is említettem már, hogy lehet úgy írni mondjuk egy szöveget, egy kódot, hogy csak speciális fényviszonyok között legyen látható, akár ilyen UV lámpával megvilágítva lesz majd elérhető. Vagy például ilyen régi kalandfilmekben is nagyon gyakran látni, hogy például a kincsnek a helyét azt a különböző fények jelölik. Tehát egy adott pillanatban a nap megvilágítását figyelembe véve ki tudjuk jelölni, hogy hol van maga a kincs. Itt is lehet valami hasonlót csinálni a szabaduló szobában, hogy elhelyezünk egy ilyen napórát, rögzítünk egy adott fényforrást, akár lehet az a feladat egyébként, hogy azt valahogy be kell kapcsolni azt a fényforrást, és onnantól kezdve majd ez a napóra meg fogja mutatni, hogy a következő feladathoz hol érdemes keresgélni. A következő képernyőkép az igazából egy ilyen digitális órát mutat, de ezt az elvet fel lehet használni más ilyen feladványoknak a készítéséhez is. Tehát akár csinálhatunk olyan kapcsolót, ami egy-egy szöveget jobban kiemel például. Tehát fényforrást teszünk mögé, és akkor ott van ugyan egy szöveg, de hogyha bekapcsoljuk a fényforrást, akkor bizonyos szavak lesznek csak kiemelve, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a feladványt azt megoldjuk. Hanggal is lehet játszani természetesen, tehát el tudnánk helyezni például egy hangszórót a teremben, ahol akár egy ilyen lejátszóval együtt és távolról tudjuk vezérelni, vagy mi például ezzel a kamerával is ezt meg tudtuk csinálni, mivel két irányú a kapcsolat, hogy bármit le tudtunk játszani. Lehet dallamot lejátszani, és akkor lehet az a feladat, hogy fel kell ismerni akár az előadót, vagy a dal címét, és ezt az információt fel kell használni egy következő feladatnak a megoldásában. Az is lehet, hogy különböző helyszíneken játszunk le ilyen hangfoszlányokat, és ezt össze kell rakni a csapattagoknak. Tehát együtt kell működniük abban, hogy összerakják ezt az üzenetet. Nagyon gyakori, hogy ilyen adóvevőt használnak a szabadulószobákban, és ezzel lehet kapcsolatot tartani akár a külvilággal, tehát úgy lehet segítséget kérni. Itt például lehet egy ilyen kezdeti, egyszerű feladat, hogy nincs ebben az adóvevőben elem, és egyszerűen meg kell találni, lehet az eldugott tárgy, hogy maga az elem, az, amit először meg kell találni, bele kell tenni ebbe az adóvevőbe, és onnantól kezdve akkor megnyílik ez a fajta kommunikációs forma is. Matematikai számítások is nagyon gyakran előfordulnak a szobákban, itt is figyelni kell, ne legyen öncélú, ne legyen nagyon bonyolult. Olyan feladatot persze mindenképpen adhatunk, hogy össze kell, tehát az alapműveleteket használjuk, össze kell számolni valamit. Ez egy jó pofa ilyen ötlet volt, hogy például ilyen gumicukor van elhelyezve a falon, mint egy kép, és gyakorlatilag a feladvány része az, hogy össze kell számolni az adott színű gumicukrokat, és az lesz majd egy kód a tovább lépéshez. Tehát ilyenkor van egy kép, és van valahol, nem biztos, hogy közvetlenül alatta vagy mellette, máshol van egy ilyen színkód, és akkor itt már a versenyzőknek ezt ugye össze kell kapcsolniuk, hogy já, hát itt ugyanazok a színek szerepelnek, akkor itt nézzük meg, hogy itt mi lehet maga a feladvány, hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát. Az is nagyon jellemző, hogy a tárgyakat nem szokásos módon használjuk fel, tehát valamilyen extra funkciót adunk tárgyakhoz. Itt most látunk egy olyan szekrényt, ami ilyen titkos rekesszel van ellátva. Ez nyilván egy profi megoldás, csak gondolatébresztőként tettem ide,
Ez éppen úgy működik egyébként, hogy egy mágnes kártyával lehet nyitni egy oldalsó fiókot. Ez azért már nem triviális erre rájönni, hogy egy ilyet hogyan kell használni. Lehet ilyen egyszerűbb is, hogy manuálisan kell elhúzni például mondjuk egy ilyen takarólemezt, és akkor feltűnnek egyéb tárgyak. Vagy ilyen egyszerű dolgot is el lehet képzelni például, hogy radírba mágnest teszünk. És azzal kell megoldani valamilyen feladatot, akár egy kulcsot kipiszkálni valahonnan. Csak ugye ezt nem feltétlenül radírba keresnénk, tehát ez is lehet egy ilyen trükk, ami ilyen aha élményt ad a gyerekeknek, hogy jé, ezt is meg tudtuk oldani, és akkor felhasználtunk egy tárgyat, vagy például van egy olyan szekrényünk, amiről leszereljük a fogantyút, és csak úgy lehet kinyitni például a fiókot, hogy valamilyen más tárgyat felhasználunk. Tehát lehet, hogy van ott egy ilyen imbuszkulcs, és azt kell bedugni mondjuk a fióknak a megfelelő részére, és azzal tudjuk kinyitni. Tehát ilyenekben is lehet gondolkozni. Nyilván digitális szabaduló szobánál a kódolás is nagyon gyakran előfordul, és itt különböző kódfejtő, titkosíró algoritmusokat be lehet vonni a feladatokba. Például lehet az egy ilyen mátrix is, hogy a sorait meg az oszlopait különböző betűkkel vagy akár számokkal jelöljük. Ezek a kódok valahol előállnak, akár leolvashatóak, és ez alapján kell egy üzenetet összerakni, tehát egy ilyen kódolási feladat is ugye bekerülhet a szabaduló szobába. Ennek nagyon sok válfaja van, tehát ide is belinkeltem ilyen oldalakat. Lehet olyan, hogy van egy szövegünk, külön van egy sablon, a sablont rá kell illeszteni erre a hosszú szövegre, és akkor derül ki, hogy melyik szövegrész hordozza az információt. Illetve hát tipikus ilyen titkosírás szokott lenni, hogy így eltoljuk az ABC-t, és úgy írunk le mondjuk egy idézetet, vagy egy kulcsot, amit fel kell használni, vagy kicsit nehezebb tud lenni, hogyha az ABC betűjéhez szimbólumokat társítunk, és mondjuk van egy idézet, amire rájön a csapat, speciálisan le van írva, ha ismerik ezt az idézetet, tehát hogyha közismert ez az idézet, akkor vissza tudják fejteni azt, hogy melyik szimbólum milyen betűnek felel meg, és ez alapján is ki lehet jutni például. Hordozhatnak információt, vagy akár rejtett információt, falon elhelyezett képek is. Tehát például nálunk itt az ELTE-n lehetne ez egy feladvány, ugye, hogy kiteszünk egy fotót, remélhetőleg a hallgatók felismerik, hogy Eötvös Loránról van szó, és hogyha van alatta négy ilyen doboz, akkor már lehet gondolkozni azon, hogy vajon oda mi kerülhet, tehát hogy mi kapcsolódik Eötvös Loránhoz, ami a négy karakter hosszú, hogyha tudjuk esetleg, hogy oda számokat kellene írni, akkor azért elég hamar el szoktak jutni odáig, hogy valószínűleg a születési dátumáról van szó. És akkor, hát hogyha nem tudja valaki, hogy mikor született Eötvös Loránd, akkor kaphat segítséget olyan formában, hogy mondjuk egy kokárda valahol megjelenik, vagy megmondjuk, hogy honnan szedjék ki, ugyanis 1848-ban született, tehát ez már egy nagy segítség tud lenni akkor. Tehát ilyen pici nüansznyi segítségekre felkészülhetünk, hogyha segítséget kérnek, akkor megmondjuk, hogy melyik tárgy lehet mondjuk a segítség. Az is nagyon gyakori feladat szokott lenni, hogy valamit össze kell illeszteni. Ez akár lehet egy puzzle, egy házilag készített puzzle. A játékosok kiraknak egy képet, és marad egy puzzle, amit nem tudnak hova tenni, és az hordozza majd a kulcsinformációt. Tehát annak a hátán mondjuk van egy szám, vagy egy karaktersorozat, tehát valami olyasmi információ, amivel tovább lehet menni a következő feladat megoldásában. Mintafelismerés is lehet egy tipikus feladat, tehát van mondjuk egy ilyen rácsunk, elhelyezünk rajta különböző tárgyakat. Ha megtalálja a csapat azt, hogy a különböző tárgyak között mi a kapcsolat, akkor így eljuthatnak egyik helyről a másikra, így virtuálisan így össze is kötögethetik, és például ez az útvonal is hordozhat valamilyen információt. Tehát akár egy ilyen feloldó minta is lehet, mondjuk van egy mobil eszköz, el van helyezve a teremben, és úgy tudjuk feloldani, hogy egy ilyenfajta mintát használunk, amit egy ilyen rácson kell ugye kideríteni a csapattagoknak. Tükröket is használhatunk, tehát tükörírással lehet írni, vagy gyakori olyan feladat, hogy alapból
nem lehetne hozzáférni az adott felirathoz, mert olyan helyen van, mondjuk egy szekrény mögött van, vagy egy szekrény tetején, és oda nem lehet már bekukkantani, mondjuk kis hely van a plafon és a szekrény között, de hogyha van egy tükör például, akkor meg lehet azt oldani, hogy leolvassák mondjuk a diákok a megfelelő szöveget, és ezt is felhasználják. Itt persze mindig nagyon fontos az, hogy milyen előismerettel rendelkeznek, tehát elképzelhető, hogy valamilyen információnak nincsenek a birtokában, ilyenkor lehet, hogy segíthetünk oly módon, hogy magában a szobában elhelyezzünk lexikonokat például, vagy olyan könyveket, amik segíthetnek mondjuk az adott információnak a kinyerésében, vagy akár számítógépet is használhatunk, tehát lehet ott akár egy olyan számítógép, ahol bizonyos források ott vannak mondjuk az asztalon, csak rá kell kattintani, és akkor abban is lehet keresni. Lehetnek ügyességi feladatok is. Tehát a változatossághoz az is hozzátartozik, hogy nem feltétlenül csak olyan feladatokat adunk, amelyek ilyen matematikai jellegű, gondolkozós jellegűek, logikai jellegűek, hanem legyen olyan is, ami ilyen ügyességi feladat. És nagyon jó pofa tud lenni például, hogy egy vízipisztolyt mire fel lehet használni. Tehát el van rejtve valamilyen információ egy olyan helyen, hogy nem lehet hozzáférni, tehát így kézzel, ha benyúlnánk, akkor nem érnénk el, viszont van ott egy vízipiszta, és lehet, hogy azt a tárgyat egyszerűen le tudjuk lőni, és akkor alatta már láthatóvá válik valamilyen kód, amit fel kell használni. Találós kérdéseket is használhatunk, itt megint csak vigyázzunk arra, hogy azért egyértelmű legyen a megoldás, ne legyen az, hogy itt az előismeretbeli különbségek miatt esetleg van olyan csapat, ami azt nem tudja, és akkor itt nem lesz akkor a sikerélményük, tehát itt ezt óvatosan kell megválasztani. De hát ilyen trükkös feladványokat is lehet adni, ahol tényleg csak ilyen alapvető logikai ismeretek kellenek ahhoz, hogy mondjuk megtudjuk, hogy mi a kód. Ami iskolai környezetben, ami elő szokott fordulni, ugye, ez a zöld tábla meg a kréta, hogy ezt is nyugodtan bevonhatjuk feladatba, tehát lehetne olyan feladványt készíteni, hogy mondjuk alkoholos filccel valamit felírunk a táblára, és azt felülrajzoljuk krétával, és itt rá kell jönni a csapattagoknak, vagy valamilyen útmutatást kapnak arra, hogy bizony ott rejtett információ van, letörlik, és akkor valamilyen kód ott felsejlik, vagy egy kódnak a részlete. Vagy lehet olyan tárgy például a teremben, akár egy esernyő, hogy azt ki kell nyitni ahhoz, hogy belőle kipotyogjon valamilyen kártya, amin megint csak plusz információk vannak. Vagy akár a padlóra is elhelyezhetünk mondjuk egy ilyen X jelet, hogy oda kell állni ahhoz, hogy valamit így észrevegyenek a szobába. Tehát ilyenkor próbáljuk úgy megcsinálni a szobát, hogy tényleg csak abból a pontból tűnjön fel valami, ami egyébként így félig el van rejtve, de ha odaállunk, akkor látni fogjuk, vagy jó eséllyel észreveszik majd a csapattagok. Tehát ilyen trükkökkel is nyugodtan élhetünk, tehát elrejthetjük ilyen módon a szövegeket, illetve gyakori feladvány lehet például ez a labirintus készítés, tehát hogy a kulcsot, ott van egy kulcs egy ilyen labirintusba, és úgy tudjuk kihozni ezt a kulcsot, hogy mágnest használunk, és akkor egy adott útvonalon végig kell vezetni ezt a mágnest, és akkor ez a kulcs is ki fog potyogni például a labirintusból. Vagy lehet az például egy kódolás, hogy itt az útvonal mentén különböző számokat helyezek el, vagy betűket, és amely számokat vagy betűket érinti az útvonal, azokat kell felhasználni mondjuk egy feladványnak a megoldásában. Ha már feladvány és ha már kulcs, ugye említettem, hogy ezek a számzáras lakatok nagyon népszerűek, ebből több fajtát is vehetünk, valahol három karakteres ez a számzár, valahol négy karakteres, és akkor ezzel kapcsolatban kitaláltunk különböző feladatokat, kódokat, ami közelebb viszi a csapatokat ahhoz, hogy kinyissák ezt a lakatot. Ez lehet keresztrejtő megoldás, matematikai feladvány. Amire viszont figyeljünk, hogy semmiképpen ne adjunk fel olyan rejtvényt, aminek nem egyértelmű a megoldása. Ugyanis itt a próbálkozásra általában nincs sok idő, tehát hogyha több megoldás van, az ugye el tudja venni a kedvét a játékosoknak, hogy így próbálkozni kell többen, ez sem működik, az sem működik, tehát ezek lehetőleg legyenek egyértelműek, ne legyen öncélú, tehát csak azért, mert most éppen ki kell szabadulni és egy lakatot ki kell nyitni,
ne találjunk ki egy olyan feladványt, aminek a kerettörténethez nem sok köze van. És ne csináljunk olyan dolgot, ami veszélyes. Tehát például a hamis elektromos ajzatok, azok tipikusan ilyen veszélyhelyzetet okoznak, mert hát azért mégsem nyúlkáljanak a gyerekek ott a konnektor környékén, tehát ide eleve ne próbáljunk meg elrejteni dolgokat. Nézzük, hogy milyen szoftvereket, vagy milyen praktikumokat lehet használni. Említettem, hogy folyamat ábrát érdemes csinálni, már csak azért is, mert hogyha hosszabb kihagyás után csinálunk egy szabaduló szobát, akkor jó, hogyha ezt rögzítjük valamiképpen, hogy mi a folyamata ennek az egész kerettörténetnek, miután milyen információ birtokába kerülnek a játékosok. Ha segítséget kell kérni, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy látom a folyamat ábrán, hogy éppen hol tartanak, és milyen segítség kell esetleg. Egyébként nagyon speciális eszköz nem biztos, hogy kell, tehát ez egyszerű prezentáció, készítő szoftverben elkészíthető, ezeket a rajzeszközöket lehet használni, de egyébként, hogyha valaki kifejezetten ilyen folyamat ábrát szeretné csinálni, ahhoz is ezt a linket betettem, nyugodtan lehet használni azt a szabadon elérhető alkalmazást is, ez egy webes böngészőben szabadon használható. Az, hogy hogyan készülünk fel a következő csapatra, az tipikusan egy ilyen ellenőrző listában megadható feladat. Ellenőrző listát megint sokféleképpen csinálhatjuk, tehát Word-ben is ezek elkészíthetőek, de erre is van megfelelő applikáció is, hogy szépen fogom, megcsinálom ezt az ellenőrző listát, és amikor felkészítem a szobát a következő csapatra, akkor ezeket így pipálhatom is, jelölhetem magamnak, hogy készen vagyok mondjuk egy kód visszaállításával, vagy egy megfelelő ábra felrajzolásával, amit korábban letöröltek ugye a csapattagok. Ugye a mi esetünkben is arról van szó, hogy egy olyan helyen van a szabaduló szoba, amit egyébként használunk más célra is, és gyanítom, hogy az iskolákban ugyanez a helyzet fog felállni, mert ritka az, hogy egy olyan teremben legyen egy szabaduló szoba, amit eddig soha semmilyen célra nem használtak, teljesen üres, és akkor erre fel lehet használni. Viszont itt nem lenne nagyon jó az, hogyha mondjuk a diákok olyan dolgokhoz is hozzányúlnának, ami azért nem része a játéknak. Tehát ezt mi is úgy csináljuk a laborban, hogy ezeket a területeket megjelöljük. Ezt az ikont szoktuk használni azoknak a területeknek a felcímkézésére, ahol igazából semmi keresnivalója nincs a játékosoknak, tehát ott igazából időveszteség van, tehát hogyha azzal kezdenek el foglalkozni, akkor nem viszi őket közelebb a megoldáshoz. Tehát a fennmaradó részen kell keresgélni mindig ezeket a kulcsokat, vagy a különböző tárgyakat, vagy rájönni arra, hogy az adott tárgy, ami ott van, és nincs így megjelölve, annak mi köze a kiszabaduláshoz. Online feladatokat is adhatunk. Nyilván ez is hozzátartozik a digitális szabadulószobához. Akár a Padletnél is, vagy akár a Google űrlapnál is meg lehet azt csinálni, ugye, hogy mondjuk jelszót adunk. Tehát a Padletnél jelszóval védett ilyen Padletet létre tudunk hozni, és az már lehet az első feladat, hogy meg kell találni, ki kell találni a jelszót ehhez, és akkor a további instrukciókat majd ezen a felületen kapjuk, illetve kapják a csapattagok. A másik dolog az a Google űrlap, ahol csinálhatunk olyan űrlapot, hogy a választól függően más-más oldalra továbbítjuk a résztvevőket. Tehát beírnak valamilyen választ, azt ugye le tudjuk ellenőrizni, hogy mit írtak be, és annak függvényében más-más oldalra továbbítjuk a résztvevőket. QR kódokat természetesen kinyomtathatunk, elhelyezhetünk, ezek nagyon sok mindent hordozhatnak, akár szöveget, akár linket, és hát itt azért előfeltétele annak, hogy az okos eszközön kell egy QR olvasó alkalmazás, amivel ugye ezt le tudjuk olvasni. Tehát ez egy előre telepítendő alkalmazás. Használtunk keresztrejtvényeket. Korábbi webináriumban is volt szó ezekről a kockákról. Ugye a learningapps.org bemutatásra került. Ott remek ilyen feladatokat lehet csinálni egyébként. Szókereső, keresztrejtvény, hogy ilyeneket is bátran be lehet tenni egyébként a feladatsorba.
Nézzük az utolsót, ami egy remek eszköz egyébként. Itt a kiterjesztett valóságnak a lehetőségeit tudjuk kihasználni. Itt elindítom ezt a videót, mert ez talán jól be fogja mutatni, hogy miről is van szó. Olyan alkalmazást tudunk készíteni, amihez nyilván egy speciális applikáció szükséges, de onnantól kezdve ugye itt megjelenhetnek olyan virtuális figurák, animációk, videók, amelyek segíthetik a csapatot, vagy akár lehet egy ilyen figura maga a host, tehát maga az a ember vagy perszón, aki végigvezeti a csapatot ezen a szabadulószobán, ezen a virtuális szabadulószobán. Fel lehet tenni különböző kérdéseket, és hogyha megválaszolják a csapatok ezeket a kérdéseket, akkor megint csak más-más oldalra lehet őket irányítani. Így gyakorlatilag bármelyik teremből csinálhatunk egy olyan termet, ahol ezek a virtuális lények meg tudnak jelenni. Ez hihetetlenül szeretik egyébként nyilvánvalóan a diákok, tehát hogy van egy ilyen élmény, hogy virtuális állat jelenik meg, vagy valamilyen animáció, és gyakorlatilag ezekkel is kommunikálni kell ahhoz, hogy kijussanak mondjuk egy ilyen teremből. Magának ennek az applikációnak, ennek a Metaverse applikációnak van egy szerkesztő felülete, ez a Metaverse Studio, tehát böngészőben össze tudjuk állítani ezeket az applikációkat, és az okostelefonra pedig az ennek megfelelő applikációt telepítve ezeket el tudjuk indítani. És maga a felület, amit itt látunk, az ilyen fogd és vidd módszerrel összeállítható felület. Tehát ilyen szintereket tudunk készíteni, el tudjuk helyezni ezeken a kártyákat, és meg tudjuk mondani, hogy melyik ilyen lapocska után melyik másik lap következzen, vagy hogyha történt ott egy adatbevitel, tehát mondjuk rákérdezünk valamire, akkor azt ellenőrizni tudjuk. Itt arra érdemes figyelni, hogy egy ilyen fajta trükköt érdemes bevetni, hogy bármit írnak be a csapattagok, azt átalakítjuk kisbetűs szöveggé, és azt ellenőrizzük, hogy az a szöveg mit tartalmaz, vagy hogy mivel egyenlő, mert lehet olyan, hogy például nem nagybetűvel írják a nevet, a kezdőbetűt, és ne az legyen, hogy emiatt azt gondolják, hogy a megoldásuk rossz. Tehát erre mindenképpen figyeljünk, hogy így próbáljuk megkönnyíteni azt, hogy fogadjuk el azokat a megoldásokat is, amik esetleg nem kis nagybetű helyesek. És hát végére is értünk, tehát megpróbáltam olyan ötleteket adni, ami ilyen gondolatébresztő ötlet, tehát nem feltétlenül kell ezeket lemásolni, viszont gondolom több kolléga is látott olyat, hogy de jó, akkor ennek kapcsán lehet, hogy mondjuk ezt és ezt meg tudnám csinálni, kis módosítással, és akkor már persze nem ugyanaz lesz. De egyébként, hogyha pár dolgot így lelesünk ezekből az ötletekből, és egy az egybe felhasználjuk, számíthatunk arra egyébként, hogy így is újdonság lesz a diákok nagy részének. Nem biztos, hogy azért olyan sokan jártak eddig szabadulószobákban, vagy ha jártak, akkor bízzunk benne, hogy azok más jellegűek voltak, más kerettörténettel, mint amit mondjuk az iskolában kitaláltunk és megvalósítunk. Nézem, hogy jött-e kérdés egyébként. Kb. Hány feladványt tegyünk be 60 percre? Ez nagyon függ attól, hogy ki a célcsoport például. Tehát, hogy zömében mondjuk általános iskolások fognak részt venni például a szabaduló szobában, akkor ott ugye a feladat nehézsége is már olyan, hogy azért nagyon bonyolult feladatokat nem tehetünk be. Tehát itt igazából nem csak a szám a lényeg, hanem valahogy a nehézség és a számnak az optimális megválasztása lenne az ideális. Igazából csak azt tudom mondani, hogy ezt ki kell próbálni. Tehát mi is úgy gondoltuk, hogy a feladatok azok megvalósíthatóak mondjuk 60 perc alatt, és volt, amit ki kellett szedni, mert a tesztelésnél kiderült, hogy lassabban jutnak el odáig a csapatok, mint amire számítottunk. Tehát a szoftverfejlesztésben is van egy ilyen fogalom, hogy tervezői vakság. Tehát aki csinálta az adott szoftvert,
az nyilvánvalóan nem veszi észre olyan problémákat, vagy nem gondolja, hogy az probléma mondjuk azoknak a felhasználóknak, akik először látják az adott szoftvert, hogy valahogy a szabaduló szobáknál is így van, ez a tervezői vakság megvan. Amikor benne vagyok ebben a szabaduló szoba készítésében, akkor úgy gondolom, hogy az ott flottul fog menni, egyértelmű lesz, hogy abból a kódból hogyan mennek tovább a csapatok, és ez kiderül a gyakorlatban, hogy ez azért nem így van. Nagyon sok minden elvonhatja a figyelmét a csapatoknak a különböző szobákban, nem feltétlenül látják azt a linearitást, amit mi belegondoltunk például a tervbe, hogy egy bizonyos kóddal biztos, hogy oda fognak tovább menni, lehet, hogy egy másik részfeladatnál akarják ugyanazt felhasználni. Tehát mindenképpen ezt ki kellene próbálni. Nem jól sem alultervezni, túltervezni sem, de igazából ezt teszteléssel lehet igazából jó kideríteni, hogy mit az optimális arány. Hány fős csoport az ideális? Ez ugye attól függ, hogy igazából lineáris ez a fajta szabadulószoba, vagy valamiképpen sikerült ezt párhuzamosítanunk. Ha lineáris, akkor ilyen 4-5 főnél nem biztos, hogy egyszerre több embert érdemes ráereszteni, vagy beengedni ebbe a szobába. Hogyha párhuzamosan lehet csinálni műveleteket, akkor viszont itt meg lehet ezt többszörözni. Tehát ott akár egy ilyen fél osztálynyi csoport is bemehet mondjuk a szabaduló szobába, és tud tevékenykedni. De lineáris történetvezetésnél azért ezt fontoljuk meg, hogy kisebb csoportokat indítunk. Milyen hosszú legyen a érettségizők számára? 30, 60, 120 vagy 180 perc? Soknak, de ami már egy óránál tovább tart, én azt soknak érzem. Tehát itt is a figyelmet fenntartani, hogy koncentráljanak a csapattagok, nem igazán javaslom, hogy egy óránál hosszabb legyen a szabadulószoba. 45 perc, 60 perc, ez mindegyik nagyon jó tud lenni. Hát rövidebben én még nem voltam, és nem is terveztünk 30 percre szabaduló szobát, de nem zárom ki, hogy ez azért egy sikeres dolog lehet, hogy van egy nagyon jó kerettörténet, és nagyon adja magát az, hogy hogyan épül ez fel, és ez 30 perc alatt úgy megvalósítható, hogy tényleg élményt is ad a gyerekeknek, de én inkább ezt a 60 percet próbálnám belőni itt a játékidőre. És fontos, hogy visszajelzést kapjanak a csapatok, hogy mennyi idő van hátra, tehát valamilyen vagy analóg óra, vagy digitális óra kell, hogy bent legyen a teremben, ami mutatja, hogy még mennyi idő áll rendelkezésre. Tanárok számára van-e szabadulószoba? Hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát speciálisan tanárok számára ilyenről nem tudok. Szerintem a szülői értekezlet egy ilyen lehetőség, meg a különböző igazgatói értekezletek, hogy alig várják szegények, hogy kiszabaduljanak, de most félretéve a viccet, nem tudok ilyenről, azt viszont nagyon tudnám javasolni, hogy például, hogyha a tanárok tényleg elkötelezettek és szeretnének ilyen szabaduló szobát készíteni a suliban, akkor érdemes együtt elmenni egy ilyen helyre, hogyha van rá lehetőség, mert tényleg együtt részt venni egy ilyen élményben és megtapasztalni ezt, és lesni ezeket a kis furmányokat, ahogy korábban is említettem, hogy hogyan indítja el például a szervező a csapatokat, mit mond el, maga az egész lebonyolítása, hogy történik, ez nagyon-nagyon fontos ismeret. Hát mielőtt nekiállunk mi magunk tervezni ilyet, azért fontos, hogy részt vegyünk egy ilyenbe. Valaki írja, hogy a tanárok éjszakáján van szabadulószoba. Ez nagyon jó. Magyar Nyelv Múzeumában. 9-10 évesek számára készült-e már kész anyag? Van-e tapasztalat alsó tagozatosokkal? Hát igazából itt ezt a szarvasi iskolát tudnám említeni, akik egy pályázaton nyertek, azt hiszem ilyen 70 millió forintot, és ebből alakítják ki ezt a szabaduló szobát, és ők ténylegesen ezt szeretnék használni az iskolában is. Én nagyon kíváncsi vagyok az itteni eredményekre, bizonyára meg fogják ezt osztani a nagy közönséggel, hogy tényleg elindul ez a fajta szabaduló szoba, mert ez nagyon érdekes lesz mindenki számára, hogyha itt tényleg kiderül, hogy ezt
ezt érdemes így csinálni, és olyan hozzáadott értékkel rendelkezik, akkor egy megfelelő dokumentáció után nyilvánvalóan ez átültethető lenne más iskolák számára is. Jó. Egyéb kérdés esetleg? Nézem közben a visszajelzéseket. Ugye a linkeket most mindenkinek be kellett gépelnie, én szívesen megcsinálom azt, hogy a prezentációnak a PDF változatát majd kirakom a saját honlapomra, hogyha rákeresnek, majd akkor oda fogom tenni, hogy hol van, de nyilvánvalóan itt a YouTube-ra is felkerül. Majd nem voltak olyan nagyon hosszú linkek talán, amik még nagyon hosszú volt, azt próbáltam Köszönjük lerövidíteni, szépen az úgyhogy talán a előadást, begépelés sem Tabornak. jelent majd problémát, Valóban nagyon így izgalmas jó volt, és minőségben, hogyha kikerül a videó, érdekes ezek a olyan linkek előadás, láthatóak lesznek. amit érdemes visszanézni, amikor az ember majd szabadulószobát tervez. Kiváló alkalom és lehetőség erre a digitális témahét, hogy még egyszer szeretném megköszönni.